Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Tűzifával segítik a rászorulókat. Siogárdon 60 erdei köbmétert osztanak ki az igénylők között. Nyílt nappal Szekszárdi Adiban közel 20 szakma közül választhatnak a jelentkezők. Szerencsés vagy szerencsétlen nap-e a péntek 13? A hiedelmekről kérdeztük a járókelőket. Aktívak a dombováriak, 2023-ban is számos programmal készülnek a civil szervezetek. Folyamatosan szállítják ki az 5000 főnél kisebb lélekszámú településeken a központilag finanszírozott szociális tűzifát. Siogárd már évek óta sikeresen vesz részt a programban. A faluban élő rászorulókat idén 60 erdei köbméterrel segíti így az önkormányzat. Hatalmas rakásokban áll a kiszállításra váró szociális tűzifa a siogárdi polgármesteri hivatal udvarán. A település önkormányzata minden évben pályázik a belügyminisztériumnál, hogy ezzel a nyersanyaggal segítsék a helyben élő rászorulókat. 60 köbmétert sikerült pályázni az idejébe, most már a negyed el is került a háztartásokba, folyamatosan visszük kifelé. A szabályok szerint a rönkök kuglikra vágását és a szállítását az önkormányzatoknak kell megoldaniuk. Siogárdon ezzel nincs is gond. A településen minden esztendőben arra törekednek, hogy valamennyi igénybenyújtónak segítsenek a téli időszakban tüzelővel. Ugye ez szociális alapon működik, vannak értékhatárok az egyedülálló és a családban élőknek is más az értékhatár, és most már azért egy-két héten belül szerintem megkapja mindenki a tűzifáját. Szerencsére azért az időjárás megtette azt, hogy kihúzta ezt a jó időt, így azért most még nem annyira hiányzott, de azért még hosszú lesz ez a tél. A kormány 2022-ben 5 milliárd forintot fordított a szociális tűzifa programra. Ebből a pénzből 2374 településen segítették fával és kőszénnel a rászorulókat. Előbbi nyersanyagból egyébként nagyjából 200 ezer köbmétert igényeltek az érintett falvak és kisvárosok. Nem adjuk fel a nagy nemzeti céljainkat a válságkezelés közben sem. Többek között erről beszélt Orbán Viktor szokásos péntek reggeli rádióinterjújában. A miniszterelnök azt mondta, a családtámogatási rendszert és a munkahelyvédelmi eszközöket is tovább bővítik. Hozzátette, ambíciózus célt kell kitűzni 2023-ra. Az egyik ilyen, hogy az inflációt egy számjegyűre szorítsák vissza. Második fontos cél, hogy mi nem kerülhetünk azon országok közé, azon európai országok közé, amelyek a gazdasági teljesítménye 23-ban kisebb lesz, mint 22-ben volt. Ezt hívják recessziónak. Tehát Magyarországnak növekednie kell a 23-as évben is. Így is terveztük a költségvetést, 1,5%-os növekedésre. És erről ritkán beszélünk, de fontos megemlíteni, hogy bár választási év volt, meg energiaválság év volt 22-ben, de 22-ben mi az előző évhez képest a költségvetési hiányt is csökkentettük, meg az államadósságot is. A rezsivédelem költségvetésének nevezte a 2023-as büdzsét a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely közölte, a kormány a jövő héten a parlament elé terjeszti a költségvetés módosításáról szóló javaslatát, amelyet az országgyűlés márciusban fogadhat el. A rezsicsökkentést és a foglalkoztatást idéni számos gazdasági veszély közepette kell fenntartani, a cél azonban továbbra is a nyugdíjak és a reálbérek növelése, hangsúlyozta a szaktárca vezetője. Közel 20 szakma közül választhatnak azok, akik a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Ady Endre Technikum és Kollégiumba jelentkeznek. Az intézménybe látogatók ezúttal egy nyílt nap keretein belül ismerkedhettek meg az iskola mindennapjaival. Fizikai szintfelmérőn próbálhatták ki magukat azok a fiatalok, akik a rendészet vagy a honvédelem területen képzelik el a jövőjüket. Ugyanis nyílt napot tartott a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Ady Endre Technikum és Kollégium. Ebben az évben ez a második nyílt napunk. Ez egy olyan lehetőség, ami arra szolgál, hogy egy utolsó megerősítés lehessen a diákokban. Szól arról is, hogy a saját diáink is egy kicsit tájékozódnak a záróvizsgák utáni lehetőségekről, és arról is szól, hogy az érettségizők, akik máshol érettségiznek, azok a lehetőségekről tájékozódhassanak.
A legnagyobb érdeklődés a műszaki, illetve a szolgáltató terület iránt volt. A tanulók többsége kifejezetten jó ötletnek tartja a nyílt napokat. Megismerjük az iskolát, meg hogy tudjuk, hogy azért mégiscsak hova jelentkezünk. A nyitott műhelyekben olyan kollégák és olyan tanulók várják az érdeklődőket, akik művelik a szakmájukat és magas szinten művelik a szakmájukat. Ők tudnak a leghitelesebben tájékoztatni arról, hogy milyen kihívások, milyen elvárások fognak megjelenni majd a jelentkező az iskolába iratkozó tanulókkal szemben. Fontos, hogy azok, akik a szakképzésben szeretnének tanulni, két dolognak kell mindenképpen megfelelniük. Az egyik, hogy legyen érettségi bizonyítványuk, vagy egyes képzésekhez elég, ha 8 osztályt végeztek, illetve egy orvosi alkalmassági vizsgálatot igazoló dokumentumot is be kell mutatni. Január 14-én szombaton 10 órakor startol el a téli közösségi futás Bátaszéken a Petőfi Sándor művelődési ház udvaráról. A jelentkezők 7 és 14 kilométeres távot választhatnak, amit megtehetnek futva, kerékpárral vagy akár gyalogolva is. A kulturális intézményben meleg teával és zsíros kenyérrel várják majd a befutókat. A nevezési díjakból befolyt teljes összeget a bátaszéki óvodának ajánlják fel a szervezők. A Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén január 15-e és 22-e között szervezi meg az Ökumenikus Imahetet. Az országos nyitó istentisztelet január 15-én vasárnap 18 órakor kezdődik Budapesten, a Kálvin téri református templomban, de a hét folyamán több Tolna vármegyei településen is lesz olyan összejövetel, ahol különböző felekezeti gyülekezetek ökumenikus közösségben imádkoznak a keresztények egységéért. Az idei imahét bibliai mottója: tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek igazságra. Nem szabad fésülködni vagy fodrászhoz menni, a temetőt el kell kerülni és a házasságkötése ajánlott péntek 13-án. A hiedelem szerint ez egy szerencsétlen nap, így a babonás emberek ilyenkor több dologra is fokozottan odafigyelnek, például, hogy ne nézzenek a fekete macska szemébe. A Tolnai vármegye járókelőit kérdeztük, mennyire van jelen még ez a babona a mindennapjaikban. A héten az egyik legjobban várt nap a péntek, azt jelenti, hogy vége a munkának, és nem sokára hétvége. Azonban ez nem minden péntekre igaz, ha ez 13-ára esik, többen félve lépnek ki az utcára. Megkérdeztük a szekszárdi járókelőket, szerintük szerencsés vagy szerencsétlen nap a péntek 13-a. Szerintem egyik sem. Olyan nap, mint a másik. Kicsit babonás vagyok, úgyhogy azért hiszek benne, de próbálom pozitívan felfogni. Én nem figyeltem, megmondom őszintén. De valamikor szerencsétlen. És most, hogy tudja, hogy péntek 13-a van? Hát most majd jobban figyelek. A pénteki nap az egyház szerint is bajós, és a 13-as szám is szerencsétlennek mondható vallási szempontból. De egy másik magyarázat szerint a péntek 13 azért lett átkos nap, mert 4. Fülöp 1307. október 13-án pénteken rendelte el a templomosok lemészárlását. A régi időkben a kivégzések napja is mindig péntekre esett. A legtöbb járókelő ennek ellenére úgy nyilatkozott: nem tulajdonítanak nagy jelentőséget ennek a sokak szerint misztikus napnak. Én nem szoktam semmit se fogadni, újékkor se, meg semmikor se. Úgyhogy én nem vagyok babonás. Szerintem ugyanaz a nap, legalábbis számomra, mint a többi hétköznap. Ennyi. Nem nevezném szerencsétlenek, mert nincs miért. Én inkább azt mondom, hogy szerencsés a péntek, meg egyébként is minden nap szerencsés, ha él az ember. A hiedelem szerint ezen a napon nem szabad fésülködni, mert az ember megkopaszodik, és a madarak építenek fészket a hajszálakból. A hajvágás szintén nem ajánlott, mert a halált vonza be. Jobb a temetőt is messziről elkerülni, mert ha valaki elsétál egy éppen akkor zajló temetés mellett, hamarosan maga is eltávozhat az élők sorából. Nem szabad énekelni az asztalnál, vagy a fekete macska szemébe nézni, és a kiszóródó só is bajt hozhat. Ezen a napon házasságot sem szabad kötni, mert az a babuna szerint előbb-utóbb váláshoz vezet majd. 2022. decemberében a fogyasztói árak átlagosan 24,5%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. Az elmúlt egy esztendőben a háztartási energia és az élelmiszerek ára emelkedett a leginkább, jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek díja 44,8%-kal nőtt egyetlen év alatt, a háztartási energia pedig 55,5%-kal drágult.
Ezen belül a vezetékes gázára 97,8, a tűzifájé 58,6, a palackos gázé 48,7, az elektromos energiáé 27,8%-kal nőtt. A tartós fogyasztási cikkekért 13,6%-kal kell többet fizetni. Újabb alapkövet sikerült lerakni az elmúlt évben a bonyhádi sportéletben. Ezt hangsúlyozta beszédében Kirchné Máté Réka, a helyi atlétikai klub elnöke az Egyesület hagyományos évelei közgyűlésén. A klubvezető kiemelte, az új kölyökből atlétika program nagyon sok gyermeket mozgatott meg 2022-ben. Idén 6 válogatottsággal büszkélkedhetnek a sportolóink, illetve ami nagyon jó, hogy beindult a kölyökből atlétika program, ez az Atlétikai Szövetségnek köszönhetően a VB kapcsán, és ez ugye az alsó tagozatosokat célozza. Ezáltal egy szélesebb alapra építhetünk, hiszen most nagyon sok gyermek van, aki ismerkedik az atlétika alapjaival, még játékos és ilyen vidámabb formában, de nagyon ügyesek, és öröm látni tényleg, hogy milyen lelkesedéssel versengenek, és hát kicsiknek, nagyoknak egyaránt ez a versenyzés a lételeme, hiszen ez visz előre a sportban. Több súlyos és anyagi káros baleset is történt az elmúlt napokban Tolna megye útjain. Egy kis teherautó vezetője nekiment egy tolató kamionnak. Tamásiban pedig egy ismeretlen autós egy üzlet parkolójában nekiütközött egy másik kocsinak, majd ahelyett, hogy a sérült jármű ott álló sofőrjével beszélt volna, hátramenetbe kapcsolt és elhajtott. Szintén ismeretlen autós okozott balesetet az 56-os főúton Szekszárd külterületén. A jármű vezetője nem tartott kellő oldaltávolságot és nekiütközött az útszélén álló piros kis teherautó baloldali visszapillantó tükrének, majd megállás nélkül elhajtott. A rendőrség arra kéri a közlekedőket, hogy a ködös időjárás miatt most még nagyobb odafigyeléssel és türelemmel haladjanak az utakon. 2023-as terveikről számolt be a Dombóvári Civil Szervezetek Szövetségének elnöke. Az egyesülést 2021-ben hívta életre Dombóvár önkormányzata. A célja a településen aktívan tevékenykedő civil szervezetek összefogása. A tagságot több mint 40 csoport alkotja. 2022-t egy gálával indította a Dombóvári Civil Szövetség, és a 23-as évre is hasonló programokkal készülnek. Az egyesülés a Dombóváron aktívan működő civil szervezeteket fogja össze. Egyik közös feladatuk, hogy sok érdekes programot szervezzenek a településen. Meglátásom szerint a 2022 év az nagyon aktív volt a civil élet szempontjából, hiszen ugye a Covid időszakot követően ez az első év volt, ahol nem volt semmi lezárás, semmilyen korlátozás, hogy a civilek szabadon tevékenykedhettek, találkozhattak és mozoghattak. A civil gála mellett többek között a Majális, a Lecsó Fesztivál, a Sportágválasztó, az Autómentes Napi Rendezvény, a Domborfest és az évzáró szilveszteri futást is megrendezték. Az események hátterében több szervezet tevékenykedett azon, hogy színvonalas programot rakjon össze a dombóváriaknak. A civil tanács hagyományos rendezvénye idén egy újdonsággal bővül majd. Február 2-án kerül megszervezésre a Dombóvári Civil Gála. Ez abból a szempontból lesz novum, hogy itt adjuk át a civil elismeréseket. Idén annyit elárulhatok, hogy 2 személy, illetve 1 szervezet kap civil elismerést. A Dombóvári Civil Szövetség 2023-ban is törekszik rá, hogy a civil szervezetekkel együttműködve tartalmas programokat kínáljon majd. Regionális híreink következnek. Barna kőszén program, nem fáznak a somogyi iskolások sem. Veszélyben a pécsi buszközlekedés, béremelés szorgalmaz a helyi politikus. Asztali tenisz döntő, tanulásban akadályozott diákok vettek részt a baranyai fordulón. Folyamatos az ellátás azokban a szociális és köznevelési intézményekben, ahol széntüzelési kazánokkal fűtenek. Egy somogyi kisiskolában a fennállás óta a barna szénnel biztosítják az ideális hőmérsékletet a téli hónapokban. Ennek ellenére a létesítményben spórolnak, csak azokat a helyiségeket fűtik, ahol az oktatás zajlik. Nem, hogy nem maradtam. Hát az nem, hogy bennél a tűz.
A tűz a témája a kézműves órának a Nemesdédi Általános Iskolában. Itt jelenleg 13 hátrányos helyzetű alsó tagozatos diák tanul. Az épület téli fűtését fával és szénnel biztosítják. Egy-egy fűtési szezonban átlagosan 100 mázsaszenet használnak el, némi fával kiegészítve. Az iskola korábban maga gondoskodott a téli tüzelőanyag beszerzéséről. Az idén már a fekete szénre, ugye a lengyeleknél is korlátozás, pontosabban megszűnt a kivitel, tehát nem lehetett beszerezni, ugye ezt a tüzelőépek is jelezték, hogy arra ne számítsunk, tehát csak barna szenet tudtunk venni. A barna kőszén programnak köszönhetően most már az egész fűtési időszakra biztosított a tüzelő. Az első adag már múlt év végén megérkezett az intézménybe, sőt már kaptak egy újabb szállítmányt az év elején is. Az iskolában ugyanakkor spórolnak is, csak azokat a termeket fűtik, ahol oktatás van. A gyermekek pedig nem fáznak, hiszen a közös helyiségekben, illetve a tantermekben 21-22 fok van. Magyarország barna kőszén programjában 2022. novemberétől ez idáig 450 tonna borsodi barna kőszenet juttattak el országszerte, szociális, illetve köznevelési intézményekbe. Csőrközeli állapotban van a pécsi buszközlekedés, mondja a városi Fidesz frakcióvezetője. Ezért szerinte a baloldali döntéshozóknak mielőbb tárgyalniuk kellene a béremeléssel, mielőtt még felmondanak a sofőrök. Csizmadia Péter szerint van fedezet a járművezetők megtartására, ez pedig az a 100 milliós összeg, amit a baloldali holdudvarba tartozó cégek, személyek kapnak a költségvetésből, véli a politikus. Összeomolhat a pécsi tömegközlekedés, ha a baloldali városvezetés nem változtat a mostani gyakorlatán, mondta a városi Fidesz frakció vezetője nemrég stábunknak. A működés képtelenség szélére sodorták Péter Fiatilláék a pécsi busztársaságot, és félő, hogyha nem fordítanak a kormányon, hogy ilyen képletesen fogalmazzak, akkor az idejében össze fog omlani a pécsi tömegközlekedés, hiszen a sofőr elvándorlást nem tudták megállítani, már pedig sofőrök nélkül a buszok se fognak menni. Ebben a nehéz helyzetben minden forintra szükség van, hogy működtetni tudják a közszolgáltatásokat a Baranyai megyeszékhelyen. Ezért nem a haveroknak kell juttatni 100 milliókat, mint ahogy tették eddig, hanem például a tömegközlekedést megtartani, mondja a politikus. Itt lenne az idő, hogy leüljenek a szakszervezetekkel, és a városvezetés megtegye azokat az érdemi bérfejlesztési javaslatait, ami elegendő lenne ahhoz, hogy legalább a jelenlegi sofőrállományt meg tudjuk tartani, mert hogyha ugye tavaly 10%-nyi sofőr, mint egy 30 sofőr hagyta ott a céget, hogyha ez folytatódni fog, akkor valóban láthatjuk, hogy már most sem tartható a menetrend, tehát rendszeresek a járatkimaradások és a késések. Ezen javíthatna sokat a buszvezetők megtartása. A béremelésre pedig a tanácsadóknak, baráti cégeknek kifizetett fölösleges megrendelések jelenthetnék a fedezetet, ha a baloldali városvezetés is úgy gondolja, mondja a frakcióvezető. Csizmadia Péter annak kapcsán beszélt erről, hogy 1 milliárd 43 millió forintot adott a kormány a pécsi önkormányzatnak, hogy ki tudja fizetni a megemelkedett rezsiszámlákat. A város működőképességének fenntartásához pedig a baloldali frakciók is hozzájárulhatnának a politikus szerint. Asztali teniszben mérték össze tudásukat Baranya vármegye fogyatékkal élő tanulói. A szervezők célja, hogy a jövőben minél több hasonló rendezvényt tudjanak megtartani. Tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott diákok vettek részt a fogyatékkal élők asztali tenisz diákolimpiájának baranyai döntőjén. A siklósi Szent Imre Katolikus Iskola népes csapattal érkezett a pécsi Éltes Egymibe. A 7. osztályba kezdtem tavaly. Hát voltam már 3., 2., van aranyérmem is. Az országosan 6. helyezést értem el. Idén is be szeretnék kerülni oda, és megpróbálni első lenni. A mohácsi Meixner Ildikó Egymiből 3 tanuló érkezett a baranyai döntőre. Minden osztálynak heti 5-es nevelés órája van, most át tudunk járni egy csarnokba, tehát épült Mohácson egy új csarnok, amit a gimnáziummal közösen tudunk használni, úgyhogy igazán idéntől tudjuk a labdajátékokat normális keretek között csinálni. Vannak kerékpárjaink, ergométereink,
Hát igazából többféle tömegsportot is, meg diákolimpiai versenysportot is tudunk űzni. A siklósi, a mohácsi és a házigazda éltes egymi tanulóink kívül a komlói egymi és a pécsi angster szakképzőiskola diákjai vettek részt a versenyen. Az országos döntőre korcsoportonként az első két helyezett jut. Többen szoktunk lenni, de így is elég szép a létszám, azért nem panaszkodhatunk. Ugye közismert az iskoláknak az utazási nehézségekkel küzdködnek, és mindenféle ilyen alapítvány meg egyéb támogatásra tudnak csak eljutni a versenyeinkre. Úgyhogy ez az oka, hogy kicsit kevesebben vagyunk, de hát azt kell mondanom, hogy így a mezőny azért elég szépen összeáll, és tényleg főleg a fiú mezőny az nagy létszámban van. A Fogyatékosok Országos Diák Verseny és Szabadidősport Szövetsége, azaz a FODISZ mottója, több mint sport. A szervezet célja, hogy a lehető legtöbb versenyt meg tudják rendezni, hiszen a tanulók többsége számára a sport az egyetlen, ahol sikerélmény érheti őket. Végül nézzük főbb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Tűzifával segítik a rászorulókat, Siogárdon 60 erdei köbmétert osztanak ki az igénylők között. Nyílt nap a szexárdi Adiban, közel 20 szakma közül választhatnak a jelentkezők. Szerencsés vagy szerencsétlen nap-e a péntek 13? A hiedelmekről kérdezzük a járókelőket. Aktívak a dombováriak, 2023-ban is számos programmal készülnek a civil szervezetek. Szombaton eleinte élénk szél fúj, majd várhatóan kitisztül az ég, napos idő alakul ki. Vasárnap is marad az élénk légmozgás, felhős időre és szemerkélő esőre is lehet számítani. Hétfőre hideg front érje el hazánkat, több helyen esőre készülhetünk. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!